Tartás, vevőtörzs, egyedi kartonjai. Megtekinthető a vevőtörzsből az, ha egy ügyfelünknek egyedi termékkartonja van. Ez azoknál a cégeknél fontos, ahol szerviz és egyéb munkalapos tevékenységet végeznek, és így meg lehet nézni, hogy annak az ügyfélnek például két-három gépjárművét is mi szervizeljük, és azzal kapcsolatban milyen munkalapjaink vannak törzskarbantartás, vevőtörzs, az U betű leütésével, vagy pedig az egeret, ha ráhozzuk az új ikonra, akkor ha egyet kattintunk, utána ütünk egy entert, és a program ad vevő kódot. Nagyon fontos, hogy nem adjuk meg ezt a kódot, hanem a program. Ha több gépünk van, és az adatokat össze akarjuk futtatni több telephely közt, vagy laptopa, üzletkötő, terítőautónak a laptopjainak az adatbázisát a központéval, Többen is vihetnek fel vevőt, Munkáj beállításnál be lehet sávokat állítani, hogy ki milyen vevő tartományba dolgozhat, emiatt is fontos, hogy a program adja a sorszámot és nemi kézzel, nehogy később ezek összeakadjanak. Az Enter és a Tab leütésével lehet végmenni és kitölteni a mezőket. A kedvezmény mezőbe, ha beírunk egy százalékot, például hogy 5 százalék, ez azt eredményezi, hogy bármit vásárol ez a vevőnk, bármelyik cikkcsoportból, mindenre kap 5 százalék kedvezményt, tehát erre figyeljünk, hogy nem biztos, hogy ezt célszerű itt megadni. A limit mező kitöltésekor a program figyeli később, hogy szállítólevélen számlán, utalásos számlán milyen mennyiségű árut vitt el a partnerünk, és ha a limitet eléri, akkor figyelmeztet a program, így nem tudja túlvásárolni magát egyik partnerünk sem. Az árlista mező, az pedig egy olyan mező, ahol megadható egy már előre felvitt egyedi árlista, amihez hozzá kapcsolhatjuk a vevőt. A törzsnél már beszéltem az árlistáról. A fizetésmód, hogy utalásos vagy készpénz, azt ha beállítottuk, akkor utána a csak készpénz igen vagy nem mezőre figyeljünk oda. Tehát ha egy ügyfél készpénzes, akkor valószínű, hogy csak készpénz az igen lesz. Ha pedig utalásos lenne az ügyfél, akkor nagy valószínűséggel csak készpénzet ugye nemre fogjuk állítani. Tiltva akkor van, ha valami miatt a pénzügy arra utasít bennünket, hogy ennek az ügyfélek nem adhatunk el. Ezeket a különböző kapcsolati információs mezőket célszerű kitölteni. Szállítási címbe meg lehet adni egy második címet, tehát egy mondjuk budapesti központú cégnek a bármelyik városba levő telephelyének a címét, És mind a kettő tud szerepelni a számlán. Könyvelés főre kattintva van egy nagyon ügyes kis ö, fejlesztésünk, a fizetővevő kód. Ide, ha beírjuk annak a cégnek a vevőkódját, aki helyettünk fizeti a majdani számlát, és annál, aki fizeti a számlát, csillagokat teszünk a fizetővevő kódhoz, ebben az esetben, ha mi szállító szállítólevelünket ö, szeretné kifizetni valaki, akkor annak a, a, számlázáskor beemeli a mi szállítónkat, és, vagy munkalapunkat, és így helyettünk az a másik cég fizethet. Ez olyankor nagyon jó, amikor a, például egy vízvelték szerelő elvégzi a munkát, viszi az anyagot a boltból szállító és a végén azt mondja, hogy hát nem is ő kéri a számlát, hanem majd az XY Kft nek lesz. Tehát összefoglalva, aki fizet helyette, annak a kódját kell ide beírni, tehát ide beírjuk azt a ötjegyő vevőkódot, és annál, aki aztán tényleg fizet, ezt a részt pedig, ahol én most beírtam a négyest, ezt a részt pedig a csillaggal kell kitölteni, ami a numerikus billentyűzeten van. A megjegyzés mező az egy szöveges mező, bármit beleírhatunk. Vevő, törzs, karbantartás, vevőtörzs, és itt a vevőre kattintva egyedi cikkcsoport árések. Itt felvihetők a már cikkcsoportokban létrehozott uh, százalékoktól eltérő százalékok. Ez azt jelenti, hogy ha egyedi megállapodást kötünk egy ügyfelünkkel, akkor azt le is tudjuk rögzíteni, hogy egy bizonyos termékcsoportot, az Exasoft Kft. például, uh, mondjuk a hegesztő huzalokat látható, hogy a fogyárnál 15% lenne az árésünk például, és ehelyett mi azt mondjuk, hogy 10-ért adjuk ő neki. Nyilván van még két ársávunk, de egyikbe se félt bele az ügyfél, és lehet, hogy az iparos árnál ér vagy kevesebbért akarjuk adni. Az a lényeg, hogy teljesen egyedi nettó beszár plusz az árés, és plusz az áfa, ugye így képzi a program az árakat. Tehát ezt a százalékos árrést tudjuk itt megadni, és ez igazodik a mindenkori beszerzési árhoz. Tehát mindenképpen ezt a 10 százalékot ennél a termék termékkörnél az ügyfelünkkel kapcsolatos kereskedelemben mi megkeressük. Tehát ha nő az ár, akkor is 10 százalékot keresünk rajta, szemben mondjuk a 15-tel, ami ugye eleve be van állítva. És ezt akkor kell csak megtenni, ha ő az ár sávjába nem férne ebbele, és egyedi árakat kér bizonyos termékeknél, és a többi terméket mondjuk iparos áron, ár 3 vagy ár 4-en a legkiemeltebb, kedvezményes árunkon vinni, és ettől eltérő drágább vagy olcsóbb árat is tehát megadhatunk. Kormantartás, vevőtörzs, vevő kattintva, állandó szolgáltatások. Itt adható meg hogy egy partnerünknek, ha fix összeget számlázunk rendszeresen, a program egy köteget számlát elkészítsen, tehát egyszerre több száz ügyfelünknek automatikusan tudunk számlázni egy előre beállított szolgáltatást, és ezt lehet állítani, hogy hány havonta, negyedéves éves havi fizetés, és mi az összege ennek a szolgáltatásnak. Nyilván ugyanazt a szolgáltatást Különböző ügyfeleknek teljesen más áron is eladhatjuk. Ezt nem részletezem, ahol kommunális, tehát vagy internet, vagy egyéb szolgáltató ezt szeretné használni, ott majd ezt részletesen kidolgozzuk, esetleg az egyedi kéréseikhez hozzá tudjuk igazítani.